Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket. Évek óta tartó kapcsolat köti össze a Paksi Energetikai Középiskolát Bőjte Csaba Dévai Gyermekmentő Alapítványával. A szerzetes ezúttal a gyerekek rajzainak kiállítását kísérte el Paksra. Előadásában a házasság szépségéről és a gyermekvállalás fontosságáról is szót ejtett. Sokkal jobb játszani, mint ülni a kispadon, és a másokat kommentálni. És azóta is bennem ez megvan, hogy egy életünk van, és ne üldögéljünk a kispadon. Ne hagyjuk, hogy elmenjenek az események, lehetőségek, alkalmak mellettünk. Én mindenkit arra biztatok, a gyerekeinket, de titeket is, hogy hát nem baj, ha kikap a csapat. Nem baj, hogyha, hogy mondjam, kék-zöld foltok vannak, de izgalmasabb élni, mint kommentálni a dolgokat. Isten jó világot teremtett. Nagyban játszik és jól játszik, immár több mint 4 milliárd éve. És az aranykor még előttünk van. Gyermekeinket is abban a szellemben neveljük, hogy Isten nem teremtett selejtet. Minden gyermek egy remek mű, és megtaníthatjuk őket küzdeni. Bőjte Csaba ferences rendi szerzetes szavai ezek, aki ezúttal Paksra látogatott. A szerzetes Romániában a kommunizmus évei alatt, amikor még ott tiltott volt az abortusz, kezdte maga köré gyűjteni a nehéz sorban élő fiatalokat. A családokban 16-17 gyerek született, sokukat az utca nevelte fel. Többen fordultak segítséget Bőjtéjékhez. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány ma 83 házban több mint 2000 fiatal mindennapjáról gondoskodik. Ezek a kisgyerekek hát az utcáról, a szegénységből jönnek hozzánk. Hát ők azt tapasztalták meg, hogy ők nem értékesek, nem jók. Az emberek keresztül lépnek rajtuk, amikor koldulnak, akkor félrefordítsák az emberek a fejüket. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy őket nekirakjuk valamit alkotni, hogy akár verset mondani, vagy táncolni, vagy rajzolni, vagy írni, vagy bármire, amivel ők ki tudják önmagukat fejezni, ami sikerélményt is jelent. Hát eddig körülbelül 6000 gyereket fogadtunk be, hát ebből több mint 4000 már végzett is. Jelenleg 2100 gyereket gondozunk, és hát ugye most, hogy mondjam, a magyar nyelven sajnos nincs konkurenciánk, tehát hogy a román állam, román nyelven Erdélyben is tart fel intézményeket, de logikus, hogy ottan, hát román az anyanyelv, román a beszélő nyelv, ortodoxok lesznek, és én úgy gondolom, hogy hát a gyerekek identitásának megőrzése szempontjából a mi munkánk nagyon fontos, mert másképp ugye tehát elvesztének ezek a gyerekek, ugye a magyarságnak, mint a katolikus egyháznak. Kiállítás nyílt az iskola aulájában azokból a rajzokból, melyeket az alapítvány által felkarolt gyerekek készítettek. Sok éves hagyomány, hogy karácsony előtt a középiskola diákjai ajándékcsomagokat állítanak össze az erdélyi gyerekeknek, akik alkotásaikkal köszönik meg mindezt. Idén 805 alkotás érkezett, és ezek közül 94 került fel a paravánokra. Bőjte Csaba azt mondja, az öreg fiatalság titka a gyerekekben keresendő. Aki gyerekeket nevel, az mindjárt nem csak a földön jár, hanem földre is ül, mert ugye hát a gyerekek azért visszarántanak bennünket a reális, valós világba. Nagyon, én mindig mondtam, hogy ha szót írhatnák, mondjam, hogy megkérnének, hogy a magyar nemzet számára írjak egy receptet, akkor egy szót írnák rá, a gyermek, gyermekáldás. Én azt hiszem, hogy a gyerek az olyan, mint egy orvosság. Ugye azt is használt, hogy fel kell rázni. Megfogjuk a derekát, földobjuk, kifogjuk, háromszor, négyszer, a gyerek elkezd kacagni, átöleli a nyakunkat, ad egy puszit, és 10 évvel tovább élünk. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek azt ajánlom, hogyha fit akar lenni, a jó húsba akar lenni, merjen vállalni gyermeket, merjen akár vér szerint édesapa, édesanyja lenni, és ezt nem csak azért mondom, mert család éve van, hanem azért, mert meg vagyok ebbe győződve, de hogyha ez neki úgy nem jön össze, akkor ugye Szent József Isten akaratából lett egy, hát úgy mondjam, kis Jézusnak az apukája, és hát ilyen József értelemben érzem én is magamot apának, Isten nevében lehet befogadni árva gyerekeket, úgyhogy ez az út is nyitva áll.
Bár ez egy pap szájából nem mindennapi, a házasság hete alkalmából arról is mesélt, szerelemtanöstvényt csináltak Erdélyben, Petőfi barangolását követve. A házasság hetében jó, hogyha Petőfinek a szerelmes verseit olvassuk, hogy mennyi érzelem, mennyi romantika, mennyi, hát olyasmi van, amitől azt hiszem ma is elájulnának a lányok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon erről beszéltem, és meg is hívtam őket, hogy jöjjenek és járják hosszan. De hát ezt az 50 verset, amit Petőfi Júliához írt, hosszan olvassuk, ez már, azt gondolom, egy nagyon szép időtöltés a házasság hetére. Sárköz, a szépség kertje címmel Fodorné László Mária szövő jubileumi kiállítása nyílt Budapesten a Vígadó galériában. A kiállítás egy olyan életmű régi és új alkotásait mutatja be, amelyben a hagyomány megismerésének, megőrzésének és a hagyomány megújításának szándéka is magas színvonalon jelenik meg a kézzel szőtt szépséges szőtteseken. Aki egyszer bejut a szépség kertjébe, az verset is álmodhat, meg írhat, meg éneket is mondhat, meg szűhet, meg hímözhet, mert minden szépség egy tűvön van, mondta néhai Kati Éva népművész. A magyar nyelvterület egyik leggazdagabb szőttes kultúrájának, a sárközi szőttes kincsnek jelenlegi legjobb ismerője, legnagyobb mestere, Fodorné László Mária, a népművészet mestere, mutatkozott be, megidézve a szülőfalu, Dercs és a tájegység Sárköz szépségeit. A tanító mesterek emléke előtt egy-egy szőttes alkotásuk bemutatásával tisztelgett. Az első írásos feljegyzés Magyarországon, ami a farsangot megemlíti, az 1400-as évekből való. Egy ferences barát tollából született, aki kárhoztatja és az ördögnek való behódolási jelképeként tekinti a 40 napos bőtöt megelőző farsangi időszakot. Érvelése logikus és keresztény szemmel nézve jogos, hiszen a farsang lényege, hogy kivetközzünk nem csak a mindennapokból, hanem önmagunkból is. Eszünk, iszunk, vígadunk, és az állarc menedéke mögött olyan dolgokat is megteszünk, amért nem szívesen vállaljuk aztán a felelősséget. Farsangkor, tartja a régi szokás, pedig nem is kell, hiszen elrejt bennünket a maskara. Itt vagyunk a Vosinszky-Mór megyei múzeum nagyon sokak által ismert egyik helyiségénél, ugye itt föl lehet próbálni ezeket a ruhákat, természetesen nem kölcsönözhetőek, de azért is jöttünk ide, mert én egy kicsit gondban vagyok, hogy mi is, minek is öltözzek farsangkor, hát most ezt nézzük meg. No, hát válogattam, gyönyörűek ezek a ruhák, de én azt hiszem, hogy idén farsangkor kivételesen magamat fogom adni, de hogy mi is a lényege, honnan indult a farsangi szokások, a farsangi hagyományok, erre pedig Csapai János, a Vosinszky-Mór megyei múzeum dolgozója, muzeológus, néprajzos fog nekünk választ adni. Vele beszélgetünk a továbbiakban, most már jelmez nélkül. Ugye a farsangnak az időszaka az vízkereszttel január 6-ával kezdődik, és a húsvét vasárnapot megelőző 40 napos bőjt kezdetével, hamvazó szerdával zárul ugye ez az időszak. Most a farsang szó az egy bajor-osztrák eredetű jövevény, szóval a vasang szóból származik. Ezeken a bajor-osztrák területeken már az 1230-as években vannak följegyzések különféle ilyen farsangi szokásokról. Magyarországon a 14.-15. században jelenik meg, vagy szűrődik be a farsangi szokás. Általában a kutatók azt szokták mondani, hogy három szintéren terjedt el Magyarországon a farsang. Egyrészt a királyi udvarban, ott főleg itáliai jelentős, vagy az itáliai hatás volt a nagyobb, ugye Dél-Európában szinte a legnagyobb ünnepe az évnek a farsang, ugye gondoljunk csak a velencei karnevárra. A másik két szintér az pedig a városi polgárság és a falusi lakosság volt, ahol főleg zömmel a német hatás érvényesült. Az első följegyzések Magyarországon a 15. századból vannak a farsangról. Most idéznék is itt egy rövidet, Temesvári Pál Bárt
írja, az 1400-as években élt, egy ferences barát volt. Az egyik prédikációjában írja, ami fönnmaradt, hogy ó jaj, ezekben a napokban hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az eféle emberek a farsangban istenüknek választják az ördögöt, akit álarcos mulatsággal és fajtalan énekekkel dicsőítenek, megvetvén Krisztust. Az egész esztendőben nincs még egy ilyen nap, amikor az ördög annyi embert elragad, és a bűn igájával a maga rabszolgaságába hajt, mint éppen ezekben a napokban, amikor az emberek eszemiszommal, táncol és fajtalansággal töltik az idejüket. Ugye a farsang időszakról elmondható az általánosságban, akár magyar, akár európai viszonylatban, hogy ugye ez az időszak egy, hát hogy mondjam, olyan különleges időszak volt, hogy egyfajta fordított világ volt ez, tehát a rendes, normális hétköznapoknak egyfajta tükörképe valósult meg különféle farsangi szokásokban, tehát ez egy olyan időszaka volt az évnek, amikor igazából büntetlenül és nyíltan ki lehetett fejezni, vagy kifejezésre lehetett juttatni azokat a gondolatokat, amik az adott évben az ember fejében megfogalmazódtak. Ugye ezek a különféle farsangi események általában a városközpontokban, faluközpontokban, fonóházakban, kocsmákban, ivókban zajlottak le. Magyarországon is a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb szokás hagyománnyal a farsangi ünnepkör rendelkezik. Ugye a legáltalánosabb, vagy legismertebb ugye ez a különféle jelmezes, állarcos, alakoskodó szokások, de emellett különféle dramatikus játékok is zajlottak, vagy előadtak ezekben a napokban, például halottas játékokat, vagy lakodalmas játékokat, akkor különféle köszöntő szokások is kapcsolódtak farsanghoz, akkor ugye a téltemető szokások, ugye a legismertebb ugye a palócföldről elterjedt kiszebáb égetés, ami manapság szinte az egész országban ismert, meg sok helyen gyakorolják még ma is, vagy például ugye a mohácsi busójárás, de kapcsolódtak a farsanghoz különféle terményjósló, termés, varázsló szokások is. Ezek például itt Tolna megyében is ismertek voltak, például a vetőmagnak való kukoricát, azt húsagyókedden kellett lemorzsolni, azt tartották, mert ha akkor morzsolták le, akkor jó lett, meg bő lesz a termés. Azt is tartották, hogy nagyra kell ugrani farsankor, és akkor nagyra nő a kender, vagy például a köszöntők elé kukoricát szórtak az udvarba, és ugye, hogy betaposodott a kukorica az udvar földjébe, hogy az kikelt, abból jósolták, hogy mennyi csibe fog kelni az adott évben, de például ugyancsak húshagyókethez kapcsolódott az, hogy egy-egy gyümölcsfát vagy szőlőtőkét megmetszettek azért, hogy bőtermés legyen az adott évben. A másik része a farsangnak, amit az idézetet, amit felolvastam, abban is ugye szerepel az evés és ivás, tehát ez is egy jelentős momentuma volt a farsangi időszaknak. Például egy angol följegyzés van erről, hogy akkora sütés, főzés, tésztagyúrás, kevergetés, kavargatás, fűszerezés, ízesítés, sózás, cukrozás, rafinált ínyeszkedés folyt, hogy az ember azt hitte, mindenki két havi adagot akar a bendőjébe tömni, konstantinápolyi vagy nyugat-indiai tengeri útra raktároz húst a gyomrában. Ez a 17. századból származik. Maga a karnevál szó is ugye a kárne hús szóból származik, tehát ez is mutatja, hogy az étkezésnek is nagy szerepe volt ebben az időszakban. Ugyancsak megállapítható az is, hogy az éves táncalkalmaknak az öme is a farsangban került megrendezésre. Ugye általában a farsang utolsó három napja volt a táncvigadalmaknak az időszaka, vagy a napja, de általában mindig a húsagyó keddi, tehát az utolsó farsangi napi táncvigadalom volt a leghangosabb, a legtovább tartóbb. És az esküvőket is jórészt ekkor tartották az anyakönyvi kivonatok szerint, teszi hozzá Csapai János. A megyei múzeumban, ahogy a múzeum pedagógiai foglalkozásokon ezt már a járatosak megszokhatták, játékos formában maszkákat, állarcokat készítve vezették be idén is több foglalkozáson a gyerekeket a farsangi hagyományokba, az ünnepkör történetébe,
alakulásába. Jelentjük, a tanulás jókedvel vidáman zajlott, miközben csodaszép állarcok születtek az iskolások keze alatt. Tartsuk meg a hagyományt és érezzük jól magunkat. Ez vezette a Sióagárdiakat, amikor úgy döntöttek, disznóvágást rendeznek a falunak minden februárban. Közel 200 vendége volt az idei eseménynek. A disznóra. Ja. Egészségedre, Józsikám! Öt esztendeje döntöttek úgy Sióagárdon, hogy a hagyományok szerint a tél végén disznóvágást rendeznek. Amolyan igaz, nem volt más a cél, mint hogy a falu közösség télen is találjon magának olyan alkalmat, amikor összegyűlhet. Az évek alatt egyre népszerűbbé vált a program, olyannyira, hogy már a 200-nál is több vendéget várnak a vacsorára. Szerveztünk egy olyan tökéletes programot, amit én szerintem, ahol a falu lakossága végre össze tud jönni a hosszú tél után, egy kicsit vidámságba, és ahogy a, nem tudom, hogy hallatszik a háttérből, egy gyönki zenekar is éppen most énekel, és utána jönnek a medinaiak, és azt mondanám azt, hogy egy tökéletes programot lehet ezt szervezni arra, hogy jó érezze magát a lakosság. Kimondottan azért indult, mert ugye van tavaszi programunk, van nyári programunk, két évente a szüreti felvonulás az egy őszi programunk, és télre nem volt programunk, és erre találtuk ki azt, hogy ugye a tél összefügg erre, hogy disznóülés, és akkor ez legyen a téli falunap. A disznóvágáshoz hagyományosan csatlakozik a pálinka is. Így magától értetődően pálinka versenyt is hirdettek a szervezők, de erre majd még visszatérünk. A falunapi vigadalom mellett azért fontos a hagyományok ápolása is, mondja Ifjú Szabadi Mihály házigazgatója. Most már egyre inkább közelítünk a hagyományok felé, hát tavaly még fél disznót dolgoztak fel, készen hozták, félkészen, most már itt lett levágva a disznó, tehát közelítünk a hagyományok felé, ez valamennyire pozitív, ez tetszik a falunak is. Ez egy rendhagyó disznóvágás, mert bográsozás van, ami nem igazán volt szokás disznóvágáskor, de most pont egy ilyen ötlet volt, ami ez megint megosztotta egy kicsit a falut, valakinek tetszik, valakinek nem, de most egyszer ilyen lesz. Túl sokan azért nem bográcsoztak, és a vállalkozók között így is volt olyan, aki az Agárdon hagyományosan a disznóvágáshoz köthető pörkölt fajtát tette a zsűri elé. Délutánra már javában folyt a munka és a felkészülés az esti vacsorára. A malac minden porcikája a konyha alapanyagává változott. Mai napon tradicionális disznóvágásos ételeket készítünk, húsleves, szérnameteltel természetesen, ezen kívül a töltött káposzta lesz a főfogás, mellette sül a hurka, kolbász, amit fönn a fiúk töltöttek be a disznóvágáson, és különböző sült húsok, a hagymás sült tarjától, a kolbásszal töltött karaig, és sült csülök lesz még a mai menü. Ott fönt készítettek reggelire sült oldalast, pecsenyét, sült májat a nyugdíjasok, köszönjük nekik a segítséget, úgyhogy lényegében ennyi a mai nap. Az arányoktól csak annyit, hogy közel 80 liter aljaleves készült. A főszakács számára is kihívás volt az ételek elkészítése. Ez nem a menü, természetesen, tehát nem az, amit a mindennapi munkavégzés során készítünk. Itt mindenből föl van emelve az alapanyag, a fűszerek, a mennyiség, tehát itt minden emelten készül, úgyhogy természetesen máshogy kell gondolkodnunk benne. Miközben a csülkök pirultak a sütőben, és a hurkák és kolbászok is sültek szépen, a pálinka kóstolás is befejeződött. Nagy meglepetést nem okozott a verseny, mondta a zsűri elnöke. Kitűnő pálinkákat kóstoltunk, főleg gyümölcspálinkákat, de volt köztük törkölypálinka is. Természetesen a legjobb pálinka, ez egy különös gyümölcsből, a virsből készült, ami Sióagárdon hagyományos gyümölcsnek minősül, és egyre kevesebben készítenek belőle. A pálinkát, ezt nem hidegen fogyasztani.
hogy a szobahőmérsékleten kell, akkor adja ki az ízeket, akkor adja ki a gyümölcsösséget, és nem szabad brutál erősre főzni. Az a fogó pálinka, amit disznóvágáskor ugye 52-es vagy 55-össel felbátorodik az ember, az nem való egy pálinka versenyre. A pálinka versenyre a megfelelő alkoholfokú, megfelelő fogyasztásra, megfelelő előkészített színvilágban, lepárlásban és nagyon jó szefrőből készült pálinka lehet csak. A legjobb pálinkát Vég Lajos készítette, olyannyira, hogy a második díj is az ő terméke volt. A világban, melyet Agárdon álmodtak, fontos szerepe van a hagyományoknak, a közösségnek, az együvé tartozás élményének és a jókedvnek. A levágott disznó ennek a gondolatnak az oltárán volt áldozat. Testünk a csoda címmel nyílt kiállítás Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban. Az iskolások és az óvodások mellett a felnőtteknek is rengeteg érdekességet tartogatott az interaktív kiállítás. És ez így mozog, fel tudunk egyenesedni, be tudjuk hajlítani, ha guggolunk. Ez így mozog, ahogy a Marci mutatta. Igen. Illetve ugye a kezünk is. Itt mindenhol egy izület köti össze a dolgokat, és úgy tudjuk mozgatni. Tehát ezek itt mind izületek. Itt épp az óvodások ismerkednek a testünkkel, azzal például, hogy a csontok hogyan építik fel a szervezetünket. A csontokat meg is foghatták, ha felismerték, el is helyezhették testünk megfelelő részén. Nagy érdeklődéssel figyelték Marcit, aki megmutatta nekik, hogyan működnek a játékok, melyekkel testük felépítéséről tájékozódhattak játékos formában a kicsik az egyedi eszközökön. A csont kirakó mellett az érbújocska, az idegrendszer autópálya és tüdő ventilátor is szórakoztatta a kicsiket. Rejtélyes mindig a csont szerkezetünk, mert ugye azt csak akkor látjuk, hogy egy gép megmutatja. Ki tudják tapogatni saját magukon, tudják, hogy mi hol van, tudják, hogy van nekik, de nem tudják soha, vagyis hát egy idő után tanulják csak meg, hogy melyik csontjuk hova tartozik, az izületek hogy állnak, hogy épülnek föl, érdekli őket. Az első ponton a táplálkozással foglalkozunk. Az egészséges ételek, illetve az egészségtelenebb ételeket tudják szortírozni. Vannak kis műanyag játékok, és akkor azokat tudják szétszórni. A második helyen itt a csontokkal lehet megismerkedni. Aztán van játékunk a vérkeringésről, a tüdő működéséről, a baktérium immunrendszerről. Most az a fajta vírus akar téged megtámadni, akkor a karddal legyőzöd, és akkor jön a másik. Tehát ez egy ilyen kis játék. Mindig oda kell dugni a kis kardot, ahol világít, jó? Két teremben zajlik a kiállítás. A nagy klubban az általános iskolásoknak van kiállítás 1-től 8. osztályos korig, illetve a kis klubban az óvodásoknak. Az a tapasztalat azonban, hogy a második osztályos gyerekek még nagyon élvezik az óvodás programot is. Az egész hét során úgy számoljuk, hogy körülbelül 1000 látogatónk lesz, hiszen a szombati napot még a családoknak is megtartjuk. Az a tapasztalat, hogy az óvodások és az iskolások 16 óra után még vissza is jönnek, mert szólnak a szülőknek, hogy nagyon jól érezték magukat, és szeretnének visszajönni, és bemutatják anyukának, apukának is a tárlatot. A kiállítás 8 tematikus részben mutatja be a szervrendszerek működését, testünk érdekességeit. A kiállítás kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekek megismerjék testünk belső folyamatait, játékos eszközök segítségével szemléltetik például a tüdő, a máj és a szív funkcióit. Nehezen érthető tankönyvi kifejezéseket magyaráznak meg, emellett segítenek az egészséges életmódra nevelésben is a játékos eszközök. Ki lehet ezt próbálni, hogy a szívünk hogy pumpál, meg
az orrunk, hogy trüsszentünk, meg hogy ver a púzusunk, meg hát az idegrendszer, hogy meg az agy hogy működik. Még nem tanultunk róla, de majd szerintem évvégén fogunk valamennyit belőle. Hát a koponyákról tanultunk, hát az idegrendszerről. Most, hogy ugye elolvastuk a képeket, meg amik le vannak írva, és így könnyebb lesz megérteni. Ugye nekünk még nincs biológiánk, de nekem tetszik. Hatodikasokkal jöttem, mint osztályfőnök, tehát nem szakom a biológia vagy a természetismeret. Amikor ennek a lehetőségét megismertük, ennek a kiállításnak a lehetőségét, akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy amikor majd nyolcadikasok lesznek, és az emberi testtel kell nagyon komoly és néha bizony igen nehéz tananyagként megismerkedni, akkor talán most segíthetünk egy kicsit. Gyerünk, hápci! Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!